ugye egyes kaptámadtákból. Igen. Jól van, fiam, gratulálok! Nem túl sűrűn fordul elő, hogy egy egyes matek dolgozat után így megdicsérjenek a szüleink, egy mesében azonban bármi megtörténhet. Ne fáradj bejebb, inkább menjél kifelé! És Magony Gellért Imre a Szemüveg című történetében sok ehhez hasonló szituációban lehet része az olvasónak. A fiatal író ugyanis rengeteg váratlan és mulatságos helyzetet teremt. Szemüveget talált maga mellett a padon, és ezzel hazament, és a kirakatba plüssbábuk mozogtak, minden fordítva történt, és még otthon is. A Táncsics iskola diákja a tavalyi eredményhirdetéstől eltérően idén nem állhatott a képzeletbeli dobogó első fokára, munkáját azonban most is nagyra értékelte a zsűri. A Nógrádi Gábor által vezetett szakmai testület több mint 100 mesét olvasott el, és az író szerint ezek közül legalább 20 mese különösen jól sikerült. Nógrádi Gábor azt mondja, a diákírók munkáit tanulmányozva ő maga is sokat tanult. Ezek a gyerekek már teljes mértékig televízión nőttek föl, hiszen úgy nőttek föl, hogy nem tudom hány csatornát nézhettek. Nekünk volt 2 esetleg, és azt se tudtuk minden nap nézni. Ők megállás nélkül nézik, tehát a prózájukon, a szövegükön, a meséjükön érződik, hogy ők egy vizuális kultúra új hősei, új emberei. A 7. alkalommal meghirdetett meseíró pályázaton ebben az esztendőben 63 gyermek ragadott tollat, és ez a szervező Gárdonyi Géza művelődési ház igazgatója szerint szép teljesítmény. Adórián Viktor azt mondja, a bűvös 7-es szám beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A 7. te magad légy, ez a 7. egy emlékezetes alkalom marad, mert ugye most élhetük meg először, hogy a pályázat múltjához és teljesítményéhez végre abszolút méltó helyen adhatjuk át a díjakat a gyerekeknek. A legjobban sikerült mesék szerzői oklevelet és könyvjutalmat is kaptak. A legnagyobb ajándék azonban a korábbi évekhez hasonlóan idén is a közös táborozás lehetősége lesz.